Önkormányzatának nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket a Csurgó óvárosának turisztikai fejlesztése elnevezésű pályázat megnyitó ünnepségén. Az imént az Overtons alapfokú művészeti iskola néptánc tanszakának növendékeit láthatták, akik somogyi táncokat adtak elő. A tanulókat felkészítette Füstös Gábor. Felkérem Füstös János urat, Csurgóváros polgármesterét ünnepi köszöntőjének megtartására. Tisztelt államtitkár úr, képviselő úr, alelnök úr, hivatalvezető úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves csurgóiak! Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit itt a mai napon, Csurgón. Történelmi pillanatok részesei vagyunk ezen a szép verőfényes májusi délutánon, hiszen felavatásra kerül a Csurgói Óvárosi Turisztikai Központ. 1000 éve várt arra Csurgó, Felső Csurgó, az óváros, hogy ez a fejlesztés megvalósuljon. Nem csak egy egyszerű beruházás, nem csak egy pipa, hogy ezt is elvégeztük és teljesítettük az indikátorokat, sokkal több annál. Ebbe beruházásba bent van az egész magyar történelem, de az egész csurgói történelem is. Az egész magyar történelem, ahogyan majd látni fogják, hogyha végig sétálnak ebben a történelmi parkban, a honfoglalástól Szent István királyig, vagy Mátyás királytól egészen az ország három része szakadásáig. De bent van ebbe a történelmi kertbe, ebbe a komplexumban Csurgó történelme is. Benne van az 1019-es első okleveles említéstől Szent István királyig, a Johannita lovagrendtől, Török Bálintné Pemfinger Katalinnak a virágos kertjéig, az Rényi családtól a festeti csuradalomig bezárólag. De újkori történelmünk is bent van ebbe a közel 3 hektáros komplexumba, a sajtgyártól a TS gépműhelyig. Álmodtunk egy nagyot 2012-ben, és sikeresen pályáztunk az Európai Unió segítségével 535 millió forintos fejlesztéssel, támogatással, és közel 600 millió forintos fejlesztéssel sikerült megvalósítani ezt a komplexumot, amely fogadóépület, szálláshely, kiállítóterem, lovagi pálya, történelmi kert is egyben. És sokat várunk ettől a fejlesztéstől. Azt várjuk, hogy a csurgói turizmus, a csurgó és térsége turizmus egy kicsit magasabb fokozatba kapcsol, és azt gondolom, hogy erre jó esélyünk van, hiszen egy jó nagy lépés, de lehet, hogy két határozott lépést tettünk annak érdekében,
hogy felkerüljünk az ország turisztikai térképére. Sokat várunk a vallási turizmustól, a vallási zarándok helytől is. És hogyha majd itt körbejárnak ezen a helyen, egy kicsit visszakerülünk az időbe, minthogyha egy időutazáson vennénk részt. Én azt kívánom mindenkinek, hogy töltse el kellemesen ezt a mai napot, és térjenek vissza hozzánk. És szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik hittek ebben a projektben. Szeretnék köszönetet mondani a magyar kormánynak, Szászfalvi László országgyűlési képviselőnek a segítségéért. Nagyon sokat dolgoztak azon, hogy ez a projekt megvalósuljon. Én jó időtöltést kívánok mindenkinek, és hogyha ide visszatérnek, akkor azt gondolom, hogy még inkább, még újabb élményekkel tudnak visszajönni ide Csurgóra. Kellemes időutazást kívánok mindenkinek, és jó időtöltést. Köszönöm, hogy meghallgattak. Felkérem Szászfalvi László országgyűlési képviselő urat ünnepi beszédének elmondására. Tisztelt államtitkár úr, polgármester úr, alelnök úr, hivatalvezető úr, az egyházak igen tisztelt képviselői, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves csurgóiak és kedves Csurgó környékiek! 1990-ben, amikor polgármester lettem, a legelső üzemlátogatásom az a csurgói sajtüzembe vezetett. Egy virágzó üzem volt, kiváló finom sajttal. Aztán azt kellett megélnie, átélnie, túlélnie a csurgóiaknak, a csurgói embereknek, a csurgói önkormányzat vezetésének, hogy minden erőfeszítése, minden küzdelme, minden munkája ellenére ezt a csurgói sajtüzemet bezárták. Egy darabig sikerült megtartatni állami tulajdonban, majd utána privatizálták, és aztán mindenki tudja, hogy mi lett ennek a következménye. Sokan szomorúak voltunk, fájdalmasan viseltük ezt a dolgot, és nem tudtuk, hogy mi lesz a sorsa az otthagyott, ottmaradt sajtüzemnek, maradványainak. Itt közben ugye tudjuk mindannyian a TSZ átalakulásával szintén nagyon jelentős változások történtek, és egy komoly kihívás előtt állt a város közössége, hogy mit kezdjünk azzal a romhalmazzal, ami a város 1000 éves központjában, óvárosának közepén létrejött, kialakult egy csodálatosan szép templomunk környezetében, egy árpádkori templomunk környezetében. És aztán eljött az ideje annak, amikor lehetett és mertünk komolyabban álmodni, és hála Istennek megérkeztek azok a források, amelyek lehetővé tették, lehetővé teszik, hogy ezen a mai napon együtt legyünk, ezen a mai napon ünnepelhetünk. Én azt gondolom, hogy ez egy erkölcsi, morális kötelessége volt Csurgóváros közösségének, Csurgóváros társadalmának, hogy azt az 1000 éves központot, 1000 éves centrumot, amely hosszú-hosszú évszázadokon keresztül a városnak és a környékének a központja volt, ezt újra életképessé tegyük, újra megközelíthetővé tegyük, újra bevonjuk a város és a környékének, és ha lehet így mondani nagy szavakkal, a nemzet életének a körforgásába. Én hiszem azt, hogy ez az óvárosi vallási turisztikai központ, ez egy új jövőt, egy új lehetőséget tartogat, azzal együtt, hogy sok más településsel együtt, akiknek a polgármestereit is itt köszönhetjük, sok más településsel együtt a Mária út déli szakaszának a kiépítésén kezdtünk el együtt közösen dolgozni. Ez egy új perspektívát és egy új lehetőséget jelent minden település számára, Csurgó számára is. Csurgó mindig egy vendégszerető közösség volt. Én hiszem azt, hogy ez az óvárosi turisztikai központ is a vendégszeretetéről lesz majd híres. Keresztjén gyökereinket, értékeinket, hagyományainkat, ami hagyatékunkat és örökségünket, de nem csak a múltba révedezve,
hanem a 21. századi kihívásoknak megfelelően, jövőt építve, gazdaságot is építve, közösséget is építve, összefogva, együtt gondolkodva és együttműködve. Tisztelettel felkérem El Simon László urat, a kulturális örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházásokért felelős államtitkárt ünnepi beszédének megtartására. Hölgyeim és uraim, Fejér megyei lakosként mindig olyan büszkén nézem megyénk címerét, amely nagyon ősi jelenetet ábrázol, a Jóisten előtt térdelő első szent királyunk, kezében tartva a szent koronát, fölajánlja országát Szűz Máriának. Természetesen a Szent Isváron szóló dokumentumok is megemlékeznek erről a momentumról, leírva, hogy mi szava kíséretében ajánlotta országát az első magyar király a Jóisten kegyelmébe. Mindezt azért mondom el, mert egy olyan helyen állunk, amely nem pusztán csak arról szól, hogy egy elhanyagolt városrészt felújítunk, nem pusztán arról szól, hogy két ugyan mezőgazdasági épületet, de mégiscsak a település történetéhez szervesen hozzátartozó régi épületet megmentünk a végső pusztulástól, hanem arról is szól, hogy egy olyan helyet hozunk létre, amely a magyar vallási turizmusba, az újjáéledő, újra gondol zarándok turizmusba is bekapcsolható lesz. Ahogy hallottuk az előbb képviselőtársamtól és hallottuk polgármester úrtól is, egy nagymúltú településen állunk. Egy olyan településen, amelynek a nevét minden fölnövekvő gyerek legalább egyszer az iskolában megismeri. Nem minden vidéki településről mondható el ez, pláne nem egy 5000 néhány száz fős településről. De Csurgó nevét minden magyar gyerek megtanulja az iskolába Csokonai miatt. Nincs olyan gyerek, aki ne hallaná ennek a településnek a nevét, és ne lenne kíváncsi az itteni híres iskolára. Az ember lelkileg, szellemileg is erősödik ebben a közegben, annak tudatában, hogy oly történelmi tájon jár, oly történelmi városban jár, amely béltán büszke saját értékeire, hagyományaira, épített örökségére, kultúrájára, egykori vezetőire, vagy akár csak az itt tanuló és itt tanító nagy magyarokra. Ennek a most létrejövő új központnak bizony nagy-nagy lehetőségei vannak. Én talán két irányba gondolkodnék a jövőt tekintve, ha tanácsot adhatnék a település vezetésének. Az egyik a fiataloknak, a gyerekeknek a megszólítása. Azzal, hogy itt létrejött egy remek kis favár, hogy van egy tanösvény, egy belső kis játszórész, ahol a magyar történelem és az itteni értékek számos fontos momentumára rá lehet mutatni. Egy újabb olyan gazdag erőtérrel gazdagodik, gyarapodik Csurgó városa, amely a fiatalok itt tartását, helyi, közösségi és nemzeti identitásának erősítését is szolgálhatja. Kívánom, hogy minél több gyerek jöjjön el ide, tartalmas programokon vegyen részt, érezze magáénak ezt az új létrejött központot. És a másik lehetőség az valóban a Mária út programjába való bele kapcsolódás. Az egyházi turizmusnak az erősítése. És ebben is két önálló lehetőséget látok részben. A turizmuson keresztül a bevételek növelése. Mennyire fontos dolog az, hogy a település vezetése a pályázatot úgy alkotta meg, hogy szálláshelyet is fejlesztett. 21 szálláshely jött létre ebből a több mint 500 millió forintos támogatásból. Tehát nem csak az a cél, hogy a helyiek érezzék jól itt magukat, hanem távolabb vidékekről is ide látogassanak, itt aludjanak, itt költsenek egy kis pénzt, utánuk legyen a településnek idegenforgalmi adóbevétel, amit aztán az állam újabb forintokkal egészít ki, hiszen az állam ilyen módon is ösztönzi a turizmust, hogy az idegenforgalmi adóbevételeket kiegészíti. Tehát mindez a magyar turizmust
és a turizmusra épülő gasztronómiát és egyéb más vállalkozási tevékenységet is erősíti. De ha már egyházi turizmusról beszélünk, akkor bizony a Mária út az azt a lehetőséget is magába hordozza, hogy korszerű, modern, élményszerűen átélhető tartalommal is töltsük meg azt, ami egyébként hitről, a vallásunk, keresztény vallásunk gyakorlásáról szól. Hogy egy-egy zarándoklat során, miközben kirándulunk, miközben együtt vagyunk a családunkkal, a gyerekeinkkel, a barátainkkal, aközben elmélkedjünk is. Elmélkedjünk arról, amivel az avató beszédet kezdtem, hogy végtére is miért kaptuk adományként az életet, mit kezdünk az életünkkel, miképpen használjuk magunk és mások javára ezt a nagyszerű adományt, amit a Jóistentől kaptunk. Látszólag ez a félmilliárdos beruházás, ezek a megmentett gazdasági épületek és egy favár, az nagyon távol van ezektől a nagy szavaktól és nagy gondolatoktól. Mi köze van ehhez a csurgói beruházásnak? Pedig valójában, hogyha belegondolunk, láthatjuk, hogy ilyen kis apró kövekből áll össze az életünk, a világunk és a kultúránk. Minden embernek azzal kell kezdeni, hogy rendbe tartja a saját életét, a saját portáját, a saját ház előtti előkertet, és aztán így szépen építkezve közösségről közösségre, településről, nagyobb városra, megyére, országra és egész európai kontinensre áll össze mindaz, amit mi európai keresztény kultúraként élünk meg. Ehhez bizonyos nézőpontból nézve nem túl nagy, de a mi perspektívánkból nézve igenis egy nagy-nagy dolgot tett hozzá ma, vagy mára a csurgói közösség, amihez részben a kormány nevében szeretettel gratulálok, részben pedig hálás szívvel köszönöm meg. Köszönöm a figyelmüket. Felkérem a történelmi egyházak képviseletében Százfalvi Lászlóné református lelkészasszonyt, Bálint Gábor római katolikus plébános urat és Györgyi Zsolt evangélikus lelkész urat mondjanak áldást turisztikai központunkra. Intézményavató, szentelő gyülekezet az Atya, Fiú, Szentlélek Isten nevében. Amen. Hallgassátok meg először Isten igéjét. Pál apostol ezt mondja. Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, és énekeljetek hálaadással szívetekben az Istennek. És amit cselekeztek szólva vagy tettel, mindazt az Úr Jézus nevébe cselekedjétek, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának, ő általa. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Az Istennek szentelt legyen ez az épület, együttes, intézmény. Áldjon meg minket a mindenható Isten, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság, egy igaz Isten. Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság, egy örök Isten. Áldja meg ennek a turisztikai központnak a megalkotóit, megálmodóját, létrehozóját, az itt munkálkodókat. Áldja meg erre a zarándokhelyre érkezőket, vándorokat, megpihenni vágyókat, terheket letenni akarókat, hogy megújult erővel tudjanak innét tovább menni az ő életük útján. Urunk Istenünk, életünk kihívásokkal van tele, munkára hívsz minket. Arra hívsz, hogy másokért jót tegyünk, hogy megosszuk azt, amink van, együtt építsünk országot, közösséget. Add, hogy rádöbbenjünk, arra nincs igaz életünk, ha csak magunkra gondolunk, ha csak saját erőnkre támaszkodunk, ha önmagunkban keressük életünk forrását. Add, hogy megértsük, életünk állandóan növekszik s fejlődik, országot pedig, mely itt épül közöttünk, a mi szorgalmas munkánktól is függ. Segíts minket, gyenge embereket, mikor új feladatok s kihívások elé nézünk.
add, hogy készek legyünk világunk építésére, akaratod teljesítésére. Készek legyünk életünk megváltoztatására, hogy mindig jóra törekedjünk, s felismerjük, felelősségünk van egymás iránt. Segíts, hogy nagylelkűek legyünk azokkal szemben is, akik megbántottak bennünket. Könyörögjünk. Mennyei Atyánk, már itt a Földön megtapasztalhatjuk gondoskodó jóságodat, irányító erődet életünkben. Tégy minket hálás lelkületű emberekké mindezekért, amit tőled kaptunk. S kérünk, áld meg e megújult teret, s e megújult házakat, s vele mindazokat, akik ide betérnek. Ajándékozd meg őket békéddel, mentsd meg őket a gonosztól. Tekints szeretettel minden emberre, ki benned bízik. Ne engedd, hogy elfeledjük ígéreteidet. Egykor földi sátrunk leomlik, de nálad kapunk otthont. Krisztus a mi Urunk által. Amen. És így áldja meg ezt a teret, ezeket az épületeket, az ide betérőket, az ezt építőket, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Thank you.